Kent, Bács Ferenc, Audrey Hepburn, Udvaros Dorottya. Amerikai fogócska. Walter Matthau, Roy Hona Ádám. James Coburn, Vas Gábor. További magyar hangok. Vándor Éva, Hollósi Frigyes, Dobránszky Zoltán, Újlaki Dénes, Makai Sándor. Fényképezte ifjabb Charles Lang. Mancini. Forgatókönyv Peter Stone. Rendezte Stanley Donen. Nem tudtad, hogy víz is van benne. Szilvi! Oh. Nem csinálhatna valami épületesebb dolgot? Mondjuk elindíthatna egy lavinát. Vazsér, mosé. Amikor így nekilátsz enni, akkor valami nagy baj van. Szilvi, el fogok válni. Mit? Charleston. Tőle, mivel ő az egyetlen férje. Mindent megpróbáltam, ami tőlem telett, igazán hitel, de... De mi? Ó, nem is tudom. Egyszerűen képtelen vagyok így élni tovább. Egyszerűen felháborító, hogy még nem hisztál el boldogtalanságodban. De még mindig nem értem. Miért akarsz elválni tőle? Azért, mert nem szeretem, és valószínűleg ő se szeret. No, hát ez még nem ok a válásra. Egy gazdag férjel és a legújabb divat szerinti ruhatárral nem esne nehezedre új barátokat találni. Jó, elismerem, hogy az amerikai provincializmust elfelejteni jöttem Párizsba, de ez még nem jelenti a francia tradíciók követését. Irtózom még a válás gondolatától is szintén. Ha Charles egyszer is őszinte lett volna hozzá. Csak ennyit kérek mindenkitől, az igazság. De Charles körül minden titokzatos és hazug. Valamit eltitkol előlem, Szilvi. Valami szörnyűséget. És ez engem megrémiszt. Önhez tartozik az úrfi? Ó, az övé. Hol csípte fülön bankot rabolt? Ó, golyokka bombást a Rócsilt bárót. Ó, köszönöm. Ismerjük mi egymást? Miért gondolja, hogy fogjuk? Nem tudom, honnan is tudhatnám. Azért, mert rettentően sok embert ismerek már, de addig, amíg egyikük meg nem hal, nem ismerkedhetek meg mással. Ha valaki mégis felkerülhetne a listára, értesítse. Beszari. Pardon. Maga nagyon könnyen feladja, vagy nem? Igen, Zsolói, menjünk, sétáljunk egyet. Sose láttam élő Rócsildot életemben. Kedves gyerek, majdnem kihagyom. Köszönöm. Takarja a kilátást. Mit szeretne látni, hölgyem? Amit eltakar. Ó, bocsánat. Ezek az utolsó percein délután visszarepülök Párizsba. Hogy hívják magát? Peter Joshua. Reginald Lampert vagyok.
Van egy Mr. Lemper? Van. Jó magának. Nem igazán, el akarok válni. Kérem, de nem miattam. A nem, tudja, nem igazán szeretem őt. De legalább őszinte. És van egy Mrs. Joshua is? Igen, de már elváltunk. Ha ez nem ajánlat volt, csak kíváncsiság. A férje is itt van, ne? Nem, Charles soha sincs velem. A barátai hogy szólítják, mi? Mr. Joshua, örventem a találkozásnak. Most megharagudott? Nem, nem haragszom, csak még be kell csomagolnom. Én is most megyek vissza Párizsba. Nem Shakespeare mondta, hogy kik messze földön látták egymást, alig várják a viszontlátást. Shakespeare sose mondott ilyet. Ezt onnan tudja? Ezt a borzalmat maga találta ki. Pedig jól hangzik, azért fel fog hívni. Benne van a könyvben? Charles benne. És csak egy Charles Lampert van? Mhm. Nagyon remélem. Viszlát, Szilvi, és köszönöm. Hogyha elváltál már, akkor visszamész Amerikába. Miért? Nem akarod, hogy maradj? De akarom, csak hogyha visszamész, akkor majd fogsz írni levelet. És tiéd lehetnek a bélyegek. Kapsz tőlem, mielőtt elmegyek, jó? Rendben. Viszlát! Charles-Lampert? Igen. Édouard Grandpierre felügyelő vagyok az életellenesektől. Volna olyan szíves velem jönni, ha szabad kérnem? Madame? Felismeri, kérem? Szerette őt? Nagyon fázom. A férje holttestét, asszonyom, a Párizs-Bordó vasútvonal mellett találtuk meg. Semmi nem volt rajta, csak pizsama. Tudja az okát, hogy miért kellett neki elmennie Franciaországból? Elmenni? Nem. A férjénél volt egy jegy, ami a Maranguapra szólt. A hajó ma reggel 7-kor indult el Venezuelába. Össze vagyok zavarodva. Amerikai volt a férje? Svájci. A svájci. A foglalkozása? Az nem volt neki. De tehetős ember volt. Feltételezem. Nem tudom. Mekkora vagyona volt? Nem tudom. Hol tartotta a pénzét? Nem tudom. Önön kívül ki közeli rokona még? Nem tudom. Ez abszolútum, madame. Totalement abszurd. Tudom. Sajnálom. Nem zavarja? Ha lehetne, nem. Lézefede Lampér. Múlt szerdán az ön férje nyilvános árverésen eladott mindent, ami a lakásban volt. Mindegy szálig. A galéria 1.250.000 új frankot fizetett neki. Dollárban 1/4 milliót. A bordói hatóság átkutatta a fülkét, ahol utazott. Alaposan átkutatta.
De ott nem találtak 250 ezer dollárt. Csak ezt a néhány apróságot találták a kupéjában. Más csomagja nem volt. A férjasszonyom nagyon siethetett. Egy tárca, benne 4000 frank. Egy notesz. A legutolsó bejegyzés tegnapról, csütörtökről. Télután 5 óra, Jardin de Champs-Élysées. Miért ott? Nem tudom. Találkozhatott valakivel. Valószínűleg. Egy átkelő jegy Dél-Amerikába. Egy levél, felbélyegezve, önnek címezve. Megnézhetem, kérem? Drága Regina, remélem jól érzed magad odafönt. A Mezsev csodálatos lett az évnek ebben a szakában. Az idő lassan vánszorog. Remélem, hamarosan viszont látlak. Szeretlek, Charles. Utóirat? A fogorvosot hívott tegnap, az időpontot megváltozott. Nem sok, ugye? Bátorkodtuk felhívni a fogorvosát, hölgyem. Reméltük, hogy tőle megtudunk valamit. Igen? Igen. Az ön időpontja tényleg megváltozott. Egy kulcs a lakásukhoz, egy fésű, egy töltőtól, egy fogkefe, meg egy tubus fogpor. Ez minden. Volna szíves itt aláírni, és akkor magával viheti ezeket. Ennyi az egész? Elmehetek, kérem? Még egy kérdés. Ez a férje útlevele? Igen. És ez? Ezt én nem értem. És ez? És ez? De senki nem vette fel. Hello. Hello. Őszinte részvétemet akartam kifejezni, és megkérdezni, hogy segíthetek-e valamit. Ezt meg honnan tudta meg? A délutáni lapban olvastam. Őszinte részvétem. Köszönöm. Próbáltam csengetni is, de azt hiszem nem szól. Tudom, kikapcsolták az áramot. És hova tűntek a bútorok? Charles mindent elárverezett. Na, nekem csak ennyi maradt. Szeretem ezt a szobát, de Charles szerintem sose látta csak a benne lévő tárgyakat. Azt hiszem, így még jobban tetszik. Most mihez fog kezdeni? Megpróbálok újra elhelyezkedni az UNESCO-nál. Mit csinál? Szinkrontolmács voltam, mint Sylvie. Csak ő angol-francia, én pedig francia-angol. Ez volt a munkám, mielőtt hozzámentem Charleshoz. A rendőrség biztos engem gyanúsít. Gyanús, hogy el akart válni? Azt hiszem. Rettenetes, hogy ilyen véget ért szegény. Kidobva egy vonatból, mint egy harmadosztályú csomagküldemény. Menjünk innen, nem maradhat itt. Nincs hova menne. Akkor keresünk egy szállodát. De ne valami drágát. Nem vagyok már gazdag feleség, tudja? Tisztát és szerényen, és elég közel az UNESCO-hoz, hogy taxival is hazamehessen, ha esik az eső, rendben? Igen. Nappal ezelőttig legalább a nevét tudtam az én Charlesomnak.
Most már azt sem tudom. Nagyon közelről ismerhette Charles-t. Ezt honnan veszed? Mert allergiás rá. Köszönöm. Ismered talán? Életemben nem láttam még. Arrivederci, Charlie. Miss Lampert, madame. Miss Lampert, madame. Charlie-nak nem volt joga ezt csinálni. Nem bizony. Kapcsolatban kell önnel sürgősen beszélnem. Üdvözlettel, így vártolom el. Végül sikerült megtörnöm az ellenállását néhány kézzelfogható érvvel. És mi ebben a lehangoló? Hát ha én képes vagyok rá, mit csinálhatnak vele az oroszok? Mi baj van, Miss Tompkins? Miss Tompkins nincs itt. Ó, bocsánat. A titkárnő biztos elment ebédelni. Ön pedig... Lampert, Regina Lampert. Ó, igen. Kérem, jöjjön be, jöjjön csak be. Ha megbocsát egy perc. Egy kis makacs fotocska. Száraz tisztítással csak még nagyobb folt lesz rajta. Volt egy jó emberem, tényleg kiválóan dolgozott a Rupanton, de a központból szóltak, hogy az épületen belül oldjunk meg mindent, az aranykiáramlást megkönnyítendő. Mr. Bartolomeo biztosan tudja, hogy ki vagyok én. Ön Charles Lampert-hez vegye, nem? Uh-huh. Fogadja részvétem. A múltkor is elküldtem a nyakkendőt, de csak a folt jött vissza. Uh-huh. Voilà, ahogy itt mondják. Foglaljon helyet, hölgyem. Nézzük, mi van enni. Van itt májasurkás, májasurkás, csirkés és májasurkás. Nem, köszönöm. Hölgyem, tudja, mi az a CIA? Feltételezem, nem egy légitársaság, ugye? Központi hírszerzőszolgálat, CIA. Hogy kémek, meg ilyesmi? Mi ügynököknek hívjuk őket. Jó, és maga is egy... Ez is egy foglalkozás, ugye? Szerintem a maga fajtától nem várható el, hogy be is ismerje. Én nem vagyok ügynök. Adminisztrátor vagyok. Egy aktakukat. Túlhajszolt emberekkel próbálom működtetni az irodát. És nagyon kevés pénzből. A kongresszusban azt hiszük, hogy a kémnek nem kell... Ügynök?
Igen. Csak egy rejtjelkönyv, meg egy cián tabletta, és már dolgozhat is. És mi közöm van nekem mindehhez, Mr. Bartolomeo? Az ön férjét körözi az Egyesült Államok kormánya. Kaphatnék egy szendvicset? Csirkést vagy májasurkást? Csirkést. Hogy még pontosabb legyek, a férjét ez az ügynökség körözi. Ezért hivatott? Igen. Természetesen mi az igazi nevét is ismertük. Vass. Charles Vass. Bizony, Mrs. Vass. És most szeretném, ha megnézni ezt a fényképet, ha megkérhetném. És szóljon a felismer... Ó, ha már itt tartunk, ezt megnézte már. Scott, Katie és az ifja Pam. Nagyon aranyosak. Ugye? Na, a tárgyra, Mrs. Vass. Kérem, ne szólítson így. Lampert név van a házassági levélen. Ó, rettentően sajnálom. Kérem, volna szíves megnézni ezt a fényképet, és szólni, ha bárkit is felismer rajta. Várjon csak, jól nézze meg. Ez Charles. Nagyon jó. Nagyon fiatal, még mikor készül? 1944. A következő? Ez ott volt a temetésen tegnap. Egy magas férfi kortbársony öltönyben. Ismerős önnek ez a név, hogy Tex Pentolo? Nem. Kérek is bort? Nem, köszönöm. Tovább kérem. Ő is ott volt. Kissé kopaszabb, de ő az. Ő talán ismeri? Leopold W. Gideon. Nem. Az utolsót kérem. Ezt az arcot nem lehet elfelejteni. Ő is ott volt. Hermes Kobe. Őt se látta előtte soha? Nem, hál' Istennek. Nézze! Attól tartok, hogy ön rettentő nagy veszélyben van. Miért lennék én veszélyben? Ön Charles Vass felesége. Most, hogy meghalt, ön az egyetlen nyom. Mr. Bartolomeo, ha rám akar ijeszteni, akkor kiváló munkát végzett. Csinálja, amit mondunk, ez az egyetlen esélye. Örömes, de nem tudom, hogy mit akarnak. Nem mondta még el? Ó, még nem? A pénz kell, asszonyom, a pénz. Az a 250 ezer dollár, amit Charles Vass kapott az árverésen. Azok hárman is ezt akarják, és nagyon elszántan akarják. Tehát az Charles pénze, nem az övék. Szeretném látni önt, amint sikerül meggyőznie őket erről. Soha. De akkor kié? Övé vagy övék? A miénk. Oh. Charles Vass 250 ezer dollárt lopott el az Egyesült Államok kormányától. Oh. És sajna, mi vissza akarjuk kapni. De nincs nálam. Ez lehetetlen, ez lehetetlen. Csak magánál lehet a pénz. Mr. Bartolomeo, ha lenne egy negyedmillió dollárom, higgye el, hogy tudnék róla. Larifári, Larifári, önnél van. Azt hiszi, hogy eldugtam valahová? Na és kész pénz? Vagy névre szóló csekk, vagy kis szívkulcsa, podgyászjegy. Keresse meg, kérem. Biztos, hogy megtalálja. Keresse olyan gyorsan és szorgalmasan, ahogy tudja. Mert nem sok ideje van rá. Azok hárman tudják, hogy önnél van a pénz, ahogy mi is biztosak vagyunk benne. Addig nincs biztonságban, míg nincs nálunk a pénz. Világos? Tessék, ezen a számon hívhat engem éjjel-nappal. Ez egy közvetlen vonal az irodámba és a lakásomba. Ne szóljon senkinek, hogy találkoztunk, halálos veszélybe sodorhatja őket is. Ismétlem, attól tartok, hogy a nagy veszélyben van. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de jusson eszébe, hogy mi történt a férjével. Hello. Hello, Peter. Nem azt mondta a telefonba, hogy ott a túlsó sarkon találkozunk? Ja, sajnálom, de meghallottam a gyerekek nevetését. Érti, hogy mit mondanak? Egy szót sem. Az angolal is hadilábon állott még mindig. A férfi és a nő házastársa. Erre magamtól is rájöttem. Ez itt egy családi perpaton. Az a kalapos kicsoda? Ő a rendőr. Le akarja tartóztatni Juliskát, mert megölte Jocsit. Most mit mond? Hogy ártatlan. Nem ő.
pedig ő volt nyakamra. Hiszek Juliskának. Ez meg ki volt? Jancsi természetesen. Jancsi természetesen. Nem azt mondta, hogy meghalt? Csak megjátszotta, hogy megleckéztessen. Csak ő halott, Péter. Láttam őt, ő nem játszotta meg. Valaki kidobta a vonatból. Charles valami szörnyűségbe keveredett. Mihez kezdjek most? Szeretnék segíteni magának. Ez nem egy olyan dolog, amit fiatal asszonyok egyedül meg tudnak oldani. Ki nevezne a felvidításáért felelős bizottságban elnökének? Ma este kezdjük? Bonsoir, monsieur dame! Jó estét, hölgyeim és uraim! Bonasera, signor et signori! Ce soir, on du la spatailleur, va se faire très bien! Jó szórakozás klubunkban! L'attraction, c'est vous! Alors, renforcez-vous, monsieur dame! Venez-y! Jöjjenek, hölgyeim és uraim! Mi történik? Tréfás vetélkedő, mi is részt veszünk benne, jöjjön! Mi ketten? Mindenki! Avanti, avanti, signor, i signori. Egyszerű kis játék, nem kell megijedni, csak játék. Écoutez, madame, alors bien, két csapat lesz. Minden csapat kap egy narancsot. Una aranca. Ez a narancs, hölgyeim. Az első játékos az áll alá fogja tenni a narancsot. Ide helyezzük a narancsot, így. A feladat hoppant egyszerű. Átadjuk a narancsot a következőnek. Mi sont certes imés, de a kezünket nem használjuk. Kezdhetjük. Uno, due, tre! Lambert. Ki maga? Charles nem mondta el, Miss Lambert. Mit nem mondott? Az a valami nem a magáé, és ezt tudja. Vagy mit nem tudok semmit sem. Miss Lambert, mostantól kezdve bármelyik reggel arra ébredhet, hogy meghal. Hagyjon békén! Voltam, Miss Lambert. Újságír lesz magából is, mint Charles volt, Miss Lambert. Hát, mi a baj? Rálépett a lába. Elnézést! Várjon meg, jövök mindjárt! Nem volt szándék, most biztosíthatom. Mr. Bartolomeo, Regina Lambert. Láttam az egyik férfit. Mr. Bartolomeo, hall engem, kérem. Itt Regina Lambert. Én láttam az egyik... Jól van. Maga mit akar? Maga nagyon vicces. Nem vagyok. Elég legyen, Miss Lambert. Tudja maga, miről van szó, és meg is fogja tenni nekem. Mert tudja, hogy én nem viccelődöm. Nem bizony. Hogy
hagyjabba, kérem! Ne csapjon akkor az Lady Stamford, mert attól még csak rosszabb lesz, érti? Mert az az enyém, Miss Lambert, és maga meg fogja szeretni nekem, vagy az élete annyit se fog érni, mint ez a párszáj gyufa, érti? A fizsgája miről beszél? Menjen szépen haza, és gondolják nyugodtan az ajánlatot. Megőrül, tökéletesen megőrül! Mi a baj? Mit csinál itt? Épp ideg összeomlást kapok. Nos, halljam, eleget vártam. Mi történt a fülkében? Nem biztos, hogy el kellene mondanom önnek az egészet. Ezt hogy értsem? Azt mondta, ha elmondom bárkinek, az halálos veszélyt jelent nekik is, nekem is. Ki mondta? Ezt nem kellene elmondanom. Elég a butaságból. Elég a fenyegetésből, mindenki csak engem fenyeget. De én nem fenyegetem. De igen, és azt mondta, butaság. Hidegvérrel elkövetett gyilkosság az nem butaság. Próbálja csak ki egyszer. Volna szíves a szobámig kísérni? Természetesen. Itt közel lehet kerülni egymáshoz. Délután azt mondta, hogy a férje belekeveredett valamibe. Ott hogy borotválja ki? Mi volt az? Mi volt mi? Amiben a férje belekeveredett. Látom, mindenképpen a fantáziáját akarja tornáztatni. De nem gondolja, hogy eljátszhatná csak egy percre, hogy én egy nő vagyok, és... Elég önben... ezek már azért letartóztathatnak, hogy egy kiskorút felvittem az első emeletre. Megérkezett. Hová? Az utcába, ahol lakik. Nem mennénk le újra a parkba? Nem mennénk már ki innen, rajta kislány kifelé. Volna kedve beugrani egy percre? Nem volna. Nem harapok, ne féljem. Ha csak nem muszáj. Mit szólna egy nyakleveshez? Mit szólna egy orrbavágáshoz? Ne kezeljen úgy, mint egy gyereket. Akkor ne viselkedjen gyerekként. Ha el akarja mondani, hogy mi bántja, semmi akadálya. Ha nem, fáradt vagyok, késő van, haza akarok menni aludni. Tudja, mi a baj önnel? Nem, mi? Semmi. Hol van, asszonyom? Nem tudom. Akarom. Adja ide. Az az enyém. Enyém. Egy férfi meg akar törni. Peter, semmi baja? Ó, Peter, megsérül. A becsületem sértetlen. Ön hogy van? Félek. Nem lesz semmi baj. Hova tűnhetett? Kimászott, gondolom. Csukja be az ajtót, és ne engedje be senki, csak engem. És csukja be az ablakot mögöttem. Legyen óvatos. A számból vette ki a szót. Pamela!
Ostobaság volt, Hörmér. Nem ekkora. Azt mondtál volna, hogy be akarsz menni a nő szobájába, mi ketten lefoglalhattuk volna, addig azt nem itt ugrálsz. De csak egyedül magad surranj be oda. Mit várt el ember? Mit fog csinálni az az űrge? Hogy besétál és megszorítja a vasmarkodat? Ostobaság, Hörmér. Ostobaság. Bizony, ostobaság volt, Hörmér. Mi a fene ütött beléd? Akarsz még egyet? Ne azzal törődj! Megszerezted a pénzt? Hogyan tudtam volna, amikor a három Marx testvér itt liheg a nyakamban? Úgy emlékszem, megegyeztünk. A lány már bízik bennem. Ha nála van a pénz, megszerzem, ne féljetek. Csak hagyjatok kibontakozni. Mindent megpróbáltunk. Az a pénz a miénk, és nem ezé. Ne sóherkodj már, Hörmér. A semmi harmad része is semmi. Gondolkozz el ezen is, belátod te is. A lány én rám vár. De nem hinném, hogy még egyszer nem tudnánk 24 órát várni. Persze, az ennyi után már semmi. Akkor osszátok meg vele a részeteket, de ne az enyémet. Értitek? Ne az enyémet! Melyik ötöké a mellette levő szoba? Az enyém, miért? Add a kulcsod és szerezz egy másik szobát, szükségem van rá. De ha megtalálod a pénzt, nem felejtesz el szólni majd a barátaidnak sem, ugye? Ne aggódj. Ó, én nem aggódom. Látod itt ezt a kis emberkét? Ő aggódik. És még nálam is gonoszabb tud lenni. Nem tudom, hova tűnt. Miért nem bízik meg bennem? És mondj el, hogy mi ez az egész. Van három férfi, ő az egyikük. És úgy gondolják, hogy van nálam $250 000, ami az övék. Na és? Csak ennyi. Nem egészen. Hol van a pénz? Nem tudom. Megölték érte Charles-t, és ezek szerint nem volt nálam. Azt hiszik, hogy magára hagyta. De nem hagytam. Mindenhol kerestem, és ha nem találom meg, akkor meg fognak ölni. Nem, nem fogják. Nem engedem. Peter, segítsen. Ön az egyetlen, akiben bízhatok. Segít. Megígértem, vagy nem? Ó, borzasztóan éhes vagyok. Elájulok, és még össze is könnyeztem az okóját. Nincs semmi baj. Tessék. Ígérje meg, hogy ön sose fog hazudni, nem úgy, mint Charles. Miért kell az embereknek hazudniuk? Rendszerint azért, mert akarnak valamit. Félnek, hogy az igazságon nem szerzik meg. Ön szokott hazudni? Halló? Miss Lampert, én vagyok az. Az a férfi, aki a szobájában volt néhány perce. Mit akar tőlem? Ki beszél? Az, akivel itt verekedett. Dyle, ott van? Ki? Az, akivel verekedtem, hölgyem. Dyle. Az a neve. Mi baj van? Még mindig ott van? Igen. Pontosan. Most mit mondott? Ne bízzon benne. Ne mondjon neki semmit se. Neki is csak a pénz kell. Miért telefonált? Azt mondta, megöl, ha nem adom oda a pénzt. Ne vegye komolyan. Csak magára akart ijeszteni. Elhiszem, amit mondott. Ezek csak üres szavak. Fájnak a szavai.
tudom. Próbálj meg aludni. Az jót tesz majd. Ne féljen. Elintéztem, hogy a szomszédszoba az enyém legyen. Nem lesz semmi baj, meglátja. Ha akar valamit, csak kopogjon a falon. És csukja be az ajtót, ha elmentem. Jó éjt! Vagyok, Mr. Bartolomeu, csak azt akarom mondani, hogy van még valaki más is. Mi? Valaki, aki nem volt rajta azon a fényképen. Azt mondja, hogy a neve Peter Joshua, de nem az, hanem Dime. Ott van még mindig, Mr. Bartolomeu? Igen, igen, itt vagyok. Nem tudom, hogy ez a Mr. Dime kicsoda, de meg lehet, hogy tévedtünk a férje gyilkosát illetően. Úgy érti, hogy ő lehet? Mr. Bartolomeu, a következő géppel elutazom. Én nem fogom itt ölbetett kézzel várni, hogy valaki engem is megöljön. Ne, nyugalom, kérem, nyugalom. Hol is van most? Oda tudna jönni a piachoz? Leálnál? Igen, szemben a Szenüszesszel. Találkozzunk ott 15 perc múlva. Rendben, negyed óra múlva ott leszek. De igen, Dime, de lerázta. Kezdem hinni, hogy a nők a legjobb képek. Ügynökök. Pisztolya van, Mr. Bartolomeu? Nincs. De látta? Nem, ő nem Carson Dime. Carson? Csak egyetlen Dime-nak volt köze ez az ügyhöz, az pedig Carson Dime. Úgy érti, hogy ő róla is tudott végig? Ez a látvány vegetáriánusát tesz mindenkit, nem igaz? Csak mázli kérdés, hogy én még nem lógok ezek között az izék között. Miért nem mondta el eddig, hogy ismeri ezt a Dime-t? Nem volt értelme, Dime halott. Mr. Bartolomeu, teljesen összekavart engem. 1944-ben az OSS 5 tagját, a katonai felderítés embereit a német vonalak mögé küldték, hogy vigyen el 250 ezer dollár értékű aranyat a francia ellenállásnak. Az öt ember között ott volt a férje, Charles, valamint az a három, aki ott volt a temetésen, és Carson Dime. De ahelyett, hogy átadták volna, ellopták az aranyat. Hogyan? Szépen elásták. Aztán jelentették, hogy a németek elrabolták. A háború után aztán csak vissza kellett jönniük, kiásni és öt felé elosztani. 250 millió dollár. Bizony szép summa, nem? Kaphatnék egy cigarettát, kérem? Nem bírom az ilyesmiket. Ez olyan, mint esernyővel zuhanyozni. Minden tökéletesen ment addig, amíg elásták az aranyat. De mielőtt visszajutottak volna, bekerítette őket egy német járőr. Egy géppuska szabadította meg Scobie-t a jobb kezétől. Carson Dime pedig a gyomrába kapott egy sorozatot. Szerencsétlen. Mi a baja azzal a cigivel? Semmi, mi lenne? Mi történt aztán? Van fogalma arról, mennyibe kerül ez ma erre felé? Folytassa, Mr. Bartolomeu, mi történt aztán? Carson Dime haldoklott, de Scobie-t el tudták vinni. Lassú. Azután... Se pour qui? Pour moi. Voilà.
tartottam? Carson Dyle meghalt. Igen, Carson Dyle meghalt. A többiek végül visszajutottak a bázisra és várták a háború végét. De Charles nem bírt olyan sokáig várni, mint a többiek. Meglépett, kiásta egyedül az aranyat és eltűnt, mint a kánfor. Idáig tartott, mire Gideon, Tex és Scobie újra a nyomára bukkant. De ha ők lopták el azt a pénzt, miért nem tartóztatja le őket? Amit eddig megtudtunk, azt mind mi magunk ókumláltuk ki. De bizonyítékunk még most sincs. És mi köze mindenhez a CIA-nak? CIA, hölgyem. Ez a háborús OSS jogutódja. Az a mi pénzünk, és visszaszerezzük. Sajnálom, Mr. Bartolo, meg oda, amit mondott, nem változtatta meg a véleményemet. Elutazom Párizsból ma éjjel. Én nem ajánlanám ezt. Gondoljon csak arra, mi történt a férjével, amikor megpróbált elmenni. Azok a férfiak mindenütt megtalálják, akárhová is megy. Én még azt sem ajánlom, hogy más szállodába költözik. Kérem, kérem, segítsen! A kormány a számít önre. Hát, ha már meg kell halnom, akkor legalább a hazámért halljak meg. Ezt nevezem. A feladata a következő. Roppantul szeretnénk tudni, ki ez a férfi, aki magát Dyle-nak nevezi. Azt akarom, hogy tudja meg. Mármint én? Ön remek helyzetben van, ízikönben. Mellesleg, éppen ön mondta, hogy a nők a legjobb kémek. Ügynökök. Fräulein! Hogy mer utánam jönni? Nem felvonulásom van, ember! Hagyjon! Hogy van mindig? Örülök, hogy látom, mikor érkezett. Gyönyörű a város, nem? Jól érzi itt magát? Rengeteg a látnivaló. Fräulein! Fräulein! Ha azonnal nem száll le rólam, rendőrért kiáltok! Taxi! Dyle, kérném. Dyle. Igen, Mr. Dyle, emlékszem önre. Nincs, sajnálom, Mr. Dyle, ma nincs levele. Köszönöm. Mr. Dyle, figyelem! Telefonon keresik, kérem. Mr. Dyle, négyes fülke. Mr. Dyle, a négyes fülkébe, kérem. Igen? Jó reggelt, Mr. Dyle. Reggie? Nekem ez az egy nevem van, de önnek? Jó, ne játszom velem, elkapott. Mit akar még tudni? Miért hazudott nekem? Mert kellett. Azt hittem, benne volt a buliban. Tudni akarom, hogy ön kicsoda? Már is tudja, a nevem Dyle. Carson Dyle már halott. Igen, halott. Ő a bátyám volt. Hogy a bátyja? A hadsereg úgy tudja, hogy a németek ölték meg harc közben. De szerintem ők tették. Tex, Gideon, Scobie is az ön férje. Mert a bátyám nem akart részt venni az arany ellopásában. Gondolom, fenyegetőzött, hogy feljelenti őket. Erre megölték. Megpróbálom bizonyítani. Azt hiszik, hogy nekik dolgozom, de nem igaz. Az ön pártján állok. Higgy el, kérem. Miért hinném? Hazudott ugyanúgy, mint Charles tette. Pedig megígérte, hogy nem teszi. Úgy szeretnék hinni önnek, Peter. De már ne is hívjam így, ugye? Időbe telik, amíg megszokom az új nevét. Mi is az? Hm? Halló? Halló? Thank you.
egyetlen rossz mozdulat vagy szó, és megöllek, Dyle. Tönkreteszed a kabátod. Menjen a másikkal, kérem. Vigyázz! Be ne verd a fejedet! Na, nyomás befelé! Rendben, fordulj meg! Na, ülj le! És? Várunk. Fogd be a szádat. Ne haragudj. Rendben. Fölfelé. Kopogjak, vagy nem kell? Nem, nyisd csak ki. És menj szépen tovább. A kilátás biztos megéri. Ó, legyünk közel. Na és? Ettől féltem én is. Kapsz még egy esélyt, Dyle. Ami egyel több, amit te adnál. Hol van a pénz? Ezért rángattál fel ide a tetőre, hogy ezt megkérdezd? A nőnél van. Szerintem pedig kettőtöknél van. Még egyszer megkérdezem, Dyle. Hol van a pénz? Ha nálam lenne, mint ahogy nincs. Azt hiszed, hogy csak úgy odaadnám neked? Lépj hátra. Hátra hova? Hát erről van szó. Na, no, na, no. No, ne kapkodj, nyugodj meg. Magad.
Mit gondolsz, hogy? Ha elunod magad, próbáld meg százszor felírni az épület falára, szerest fele barátodat. Monsieur, legközelebb használja a kulcsjukat, jó? Maga az? Igen, kinyitnám? Persze, már is nyitom. Nem tudja, mekkora udvariatlanság ott hagyni a telefonban. Mi történt? Ismerek egy éles körmű fickót. Scooby! Ott hagytam lógni az American Express tetején. Jöjjön be! Van valamim rá, ami csíp, de jó. Igen, maga pont az a fajta, akinek olyasmi van. Üljön le! Várjon csak, mi ez az izé? Csodálatos izé. Nek sokkal jobban fog fájni, mint mondjuk nekem. Mint ha valami szakadt volna. Á, dehogy. Ez furcsa. Ide figyeljen, én csak kárbecsre is lejöttem át. Jó? Nyugton ül. Nem olyan vészes. Néhány napig nem fog tudni a hátán feküdni, de hát minden pozícióban tud hazudni, vagy nem? Oh. Csak nem fáj. Tessék? Ugye nem fáj? Ugye most viccel? Nincs egy töltény, hogy ráharapjak. Tudja, mint a filmeken. Igazából Carson Dyle testvére? Ha akarja, nézze meg az útlevelemet. Útlevél? Mire bizonyíték egy útlevél? Akkor akarja látni a tetoválásaimat? Igen. De majd arra is sort kerítünk. Legalább azt mondja meg, milyen keresztnéven szólítsa mostanában. Alexander. Jól van, Alexander. Kész vagyok. Jó. Újjászületett. Sajnálom, hogy a régi nem mondhatta meg az igazat. De meg kellett tudnom, mi a szerepe magának. Van egy Mrs. Dyle is? Igen. De elvártunk már. Az nem Peter Joshua-val esett meg? Velem is olyan nehéz együtt élni, mint vele. Alex, hogyan lehet rájönni, hogy valaki hazudik, vagy nem? Sehogy. Valahogy csak lehet. Nem. Ismeri a találós kérdést a két indián törzsről? A fehér lábok mindig igazat mondanak, a fekete lábok mindig hazudnak. Mondjuk egyszer találkozik egy indiánnal, megkérdi, hé, indián, ki vagy, egy igazmondó fehér lábú, vagy egy hazug fekete lábú? Azt mondja, igazmondó fehér lábú, de ő melyik? Hát, csak rá kell nézni a lábára. De mokaszín van rajta. Akkor egy igazmondó fehér lábú természetesen. És miért nem egy hazug fekete lábú? Ön melyik fajta? Igazmondó fehér lábú. Jöjjön be. Üljön le. Miért meg akarja nézni a lábam? Igen. Ez ne jó. Kérem, Reggie, figyelj rám. Na tessék, jönnek az apai tanácsok. Elfelejti, uram, hogy már özvegy vagyok. Az volt Júlia is 15 évesen. De én nem vagyok 15. Ez az ön baj, túl öreg már hozzám. Nem tud komoly lenni. Egy szörnyű szó mondott most. Miért, mit mondtam? Azt, hogy komoly. Az én korombeli férfinak erre a szóra van legutoljára szüksége. Nem akarok komoly lenni, és különösen nem akarom, hogy maga az legyen. Jól van. Üljön csak itt étlenül napozhat, ha akar, de ez mit szól? Régi, hagyj abba. Jó, rendben van. Most meg mit csinál? Abba hagytam. Hát ki mondta, hogy hagyja abba? Ön, nem? Hát annyira azért nem rossz. Azt hiszem, szeretlek. Azt hiszem, csöng a telefon. Nem érdekes. Akárki is, az nem hagyja abba, és én sem. Várja, felveszem. Tessék, itt van. Itt van. Halló. Csak éppen szopogattam valamit. Nagyon lekötelezne, hölgyem, higgy el, ha átjönne a 46-os szobába. Itt is van, mint csámcsognia. Mégis, ha megmondanám, mi lenne az? Igen. Egy kis vasgyúró, 6-7 éves lehet. Állandóan Reggie nénit hívja. Nem aranyos? Elkapták Jean-Louis-t. Már is átjövök.
Hétex, csinálj már valamit a kölyökkel, jó? Teljesen elzsibbadtak a lábaim. Hopsz a katona. Úgy. Te igazi cowboy vagy? Oh, az vagyok, fiam. És hol a pisztolyod? Ragd már el azt a mordány! Jean-Louis. Hogy van, Miss Lampert? Őt ki hívta meg? Örvel, látom, szerencsésen landoltál. Azonnal felhívom Sylvie-t. Attól tartok, azzal még várnia kell, Miss Lampert. Ő a gyerek anyja. Nem lesz senkinek se az anyja, ha ő nem válaszol néhány kérdés. Mi nem játszunk, Miss Lampert. Ide azt a pénzt. Most. Jó lenne, ha nem kiabálnátok. És nem ijeszgetnétek a gyereket. Nem a fiúnál van a pénz. És nincs Miss Lampertnél sem. Nem? Akkor meg kinél? Nem tudom, Herman. Lehet, hogy nálad. Nálam? Vagy nála. Oh. Vagy nála? Ez a legnevetségesebb rágalom, amit valaha... Miket mond ez a nagyokos? Ez begolyózott. Na, elég ebből. Tételezzük fel, hogy egyikőtök találkozott Charles-szal Párizsban. Véletlenül összefutott vele. És követte, amikor újra meg akart lépni. Elintézte a vonatban. Kidobta az ablakon, de elfelejtett szólni a másik kettőnek, hogy nála van az összes pénz. Ha bármelyikünk tette volna, nem lófálna itt, amíg a másik kettő kitalálja. De hát kell neki, nem érted? Azzal, hogy elmegy, beismeri a bűnét. Akárki is tette, itt kell maradnia és tetetnie, hogy a pénzt keresi. És kivárni, míg a többiek feladják és hazamennek. Csak át akar verni minket, mert náluk van. Én mondom. Kutassuk át a szobáikat. Részünkről nincs akadálya. Akkor miért vesztegetjük az időt? Gyertek. Amíg várunk, mi nálatok keresünk. Nálam ugyan nem. Na de Herman, rejtegetni valód van. Akkor nincs ellenvetés. Tessék, itt a kulcsom. Oda én megyek. Az én szobám nyitva. Kaphatok egy kulcsot? Tessék, érezzék magukat otthon nálam. Rajta lássunk munkához. Gyere, Jean-Louis, leveszlek. Így. Te kire gyanakszol? Scobie-ra, mert csak ő ellenezte. Rendben. Én átkutatom Tex és Gideon szobáját. Te vidd magad a Jean-Louis-t és zárd be az ajtót belülről. Gyere, Jean-Louis, elmegyünk kincset keresni, jó? Tex. Ez Charlie utca. Úgy néz ki. Ne hívjuk át Hörmet? Minek? A rincsit minek zavarjuk? És ha itt van? Minek zavarjuk? Biztos, hogy semmi se hiányzik? Nem, minden itt van. A rendőrség listát is adott róla. De az is biztos, hogy itt semmi se ér $250,000. Nem, mert vakok vagyunk. Csak azt hajtogatom magamban, elloptunk egy nagy kazal pénzt, de egy árva centet se láttam belőle. Gondolod, hogy rossz patakban horgászunk? Hogy érted ezt? Feltéve, hogy egyikünknél van, ahogy ő mondta. Na, az aztán gusztustalan dolog lenne, ha mi háborús veteránok ilyet tennénk. De hát te tudod, hogy én szólnék, ha nálam lenne. Ó, természetesen, ahogy én is, ha nálam lenne. Természetesen. És ez vonatkozik Hörmerre is. Természetesen. Semmi baja sincs, Sylvie, esküszöm. De azért siess, amennyire csak tudsz. Jól van, szia. Nos, ha kincsed lenne, mondd csak, hová rejtenéd el? Eltemetném a kertben. Remek, de aki itt lakik, annak nincsen kertje. Ó, az nekem sincs. Ne mondd. Tegyük fel, ebben a szobában kellene eldugnod. Te hova tennéd? Oda föl. Oda a szekrény tetejére? Te tudsz valamit. Hát lehet, hogy igazad van. Remélem, nem valami kis szőrös lény lakik ide fent. Hé, itt van valami. És nehéz. Megtaláltam. Ha azt hiszed, hogy ezért megdicsérlek, nagyon tévedsz. Nyertünk! Megtaláltuk! Nem. Azt hogy érti, hogy nem? A kölyök kiabálta. Ott van fenn, ott van! Higgyék el nekem, nincs ott fönt semmi. Nincs? Oh.
És hol van ő? Ott van az én szobámban. Légy szíves, vidd le a fiút a halba. Kinek kellett ilyen szörnyű módon elbánni a vele? Van egy kép ötletem. De ez nem az én szobám. Az enyém sem. A rendőrségnek ez nem nagyon fog tetszeni. Megszáríthatnánk szegényt, és átvihetnénk a saját szobájába. Nézd meg, nem is néz ki rosszul. Szegény jó Herman. Úgy látszik, ő meg a szerencse mindig idegenek voltak. De remélem, most legalább rátalálhat a kezére valahol odafönt. Egy fő vízbe full az ágyában. Képtelenség. Ráadásul pizsamában. Ez már a második pizsamás. Szétosztjuk, Pid. Elég a hazudozásból. Ez az orr megmondja nekem, ha hazudnak. Még soha nem tévedett 23 év alatt. Ez az orr tesz engem rendőrparancsnokká. Mr. Dyle vagy Mr. Joshua. Melyik az igazi? Dyle. Miközben a mezsevbe Mr. Joshua-ként jelentkezett be, nem tudta, hogy törvényellenes hamis néven bejelentkezni nálunk? Nem, nem tudtam. Ez Amerikában bevett szokás. Egyikük sem hagyhatja el Párizst, amíg ezt az ügyet nem tisztáztuk. Figyelmeztetem önöket, figyelni fogok magukra. Használjuk a giotint ebben az országban. Én mindig úgy képzeltem, hogy a lezuhanó Bard nem csinál egyebet, mint egy kis csiklandozást ott hátul a nyakon. Ezt persze csak feltételezem. Remélem, egyikük se fogja ezt a feltételezést igazolni. Szerinted ki tehetne? Gideon? Meg lehet. Vagy Tex? Meg lehet. Nagy segítségemre vagy. Nekem mondod? Kaphatnék azokból. Mikből? Szerintem Tex volt az. Már nincs sokolászív. Miért gondolod, hogy Tex volt az? Én igazából Gideonra gyanakszom, de mindig a nem gyanús a gyilkos. Komolyan hiszed, hogy a nő eredendően illogikus lény, vagy esetleg gyógyítható? Mi illogikus ebben? Éppen most mondtad, hogy mindig a nem gyanús a tettes. De te Gideonra gyanakszol, úgyhogy Tex volt az. Vegyük fordítva, ha Texre gyanakszol, akkor viszont Gideon a gyilkos. Szerintem erről nem tehetnek. Kik? A nők. Ó. Oh. Tudod, nem tehetek róla, de most már sajnálom Scobie-t. Nem lenne jó, ha mi is olyanok lennénk. Milyen, mint Scobie? Nem, Gene Kelly. Emlékszel, amikor itt táncolt az Egy amerikai Párizsban című filmben, és nem érdekelte a világ. Alex, az finom, nem? Nem, kösz. Remélem, te segítséget ad, csak ide. Sajnálom. Alex. Igen? Én félek. Igen, tudom. Fel nem foghatom, hogy miért ölték meg Scobie-t. Talán valaki úgy találta, hogy túl sok négy felé osztani a zsákmányt. De miből gondolod, hogy az a valaki megelégszik a harmadával? Az egészet akarja Alex. Ezek szerint mi is az útjában vagyunk. Így igaz. Akkor csináljunk valamit. Mert mostantól fogva bármikor meggyilkolhatnak. Te meg tudnál tenni ilyesmit? Meggyilkolni valakit? Nem, hanem kötélen leereszkedni onnan, hogy megmesd a szerelmedet. Mint a Notre Dame búbósa. Ezt meg ki agyalta ki? Siess, öltöz át. Éhen halok. Csak mondd meg, mit akarsz enni, hogy az öltöny színe menjen hozzá. Zárva van! Mit akarsz? Itt a ház detektívje. Nő van a szobájában? Jaj, te pióca. Bejöhetek? Nem, mert fürödni akarok. Ó, nem akarsz inkább itt fürödni? Miért? Én nem szívesen mászni kapalkárba. Különben is, nem szeretek egyedül lenni, mert félek. A szomszédban vagy, ha valami baj van, csak sikíts. Ah!
Reggie! Meg vagy. Hallottad már a farkast kiállt a juhász meséjét? A zuhanyzó ott van. Ugyan, Reggie, nyisd már ki. Elég groteszk a helyzet. Egy tucat férfit ismerek, aki megőrülne azért, hogy nálam zuhanyozhasson. Akkor hívd őket ide. Téged hívlak. Te meghibbantál. Mit csinálsz? Leveszem a cipőmet. Miért szerinted mit csinálok? Láttál már valaki cipőben zuhanyozni? Rendszerint régi sláger egyvedekeket szoktam énekelni, amikor zuhanyozom. Van valami kívánságod? Csukd be az ajtót. Attól tartok, ezt nem ismerem, hölgyem. Sajnálom. Csukd be az ajtót. Miért? Gyere be! Vízhatlan. Milyen gyakran csinálod ezt a kis mókát? Ó, minden nap. A gyártó külön ajánlja. Nem hiszem. Nem, nagy, nézd csak, várj. Tessék, a címke, nézd, itt az utasítás. A ruha a mosás közbeni hordásával megőrizhetjük szabását. Viszlátlan! Várj! Akro nylon! Nem baj, ha sodik! Műanyag, rozsdamentes, légymentes, mentesmentes... Bolondos! Bolmentes! Tessék! Halló, Bartolomeo. Beszéltem Washingtonnal, halló. Mondja csak, Mr. Bartolomeo, hallgatom. Szóval utána kérdeztem ennek a fickónak, aki ön szerint Carson Tye testvére. Megkérdeztem, hogy mit tudnak róla, és megmondták. Nem fog ennek örülni, az biztos. Carson Tye-nak nincs testvére. Itt van még? Biztos benne, hogy ez igaz? Halálosan igaz. Kérem, legyen nagyon óvatos. Viszlát. Hagytam a vízhatlant hatvánodni, ugye nem baj? Mi van veled? Valami baj van? Ennyire elgyengültél az éjségtől? Hiszen ma még csak ötször ettél. Szerzek valakit, aki hamar rendbe teszi az öltönyömet, és már is mehetünk vacsorázni. Valami felkapott helyre menjünk, tömeg után vágyom. Ez az akó még mindig gyilkos. Már 20 perce egy szót se szóltál. Charlesra és Scobie-ra gondoltam, meg arra, hogy ki lesz a következő. Én? Felteszem, te nem tudod, hogy ki a gyilkos, ugye? Nem, még nem. Akárki is marad élve a végén, rendesen meg kell dolgozni azokért a bankókért. Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy én öltem meg Charles és Scobie-t? Mit tegyek, hogy örömet szerezzek? Legyek a következő áldozat? Kezdetnek nem is rossz. Most már egyáltalán nem értem. Az egyik percben még a fürdőszobádba csalogatsz, a másikban meg már gyilkossággal vádolsz. Carson Dyle-nak nincs testvére. Ezt könnyen megmagyarázhatom, ha meghallgatsz. Szárnya nélkül nehezen távozhatok, nem igaz? Rendben van, akkor elmondom életem történetét. Kitaláltad vagy valódit? Elhallgatsz végre? Igen. Meghallgatsz végre? Mondjad. Végre. Szóval, amikor felcseperedtem, apám azt akarta, folytassam a mesterségét. Esernyővázakat csinált az öreg. Észszerű üzlet, mondom most, de akkor még nem volt annyi eszem, hogy észszerű dolgokat csináljam. Feltételezem, vége is lesz a mesének. Az első vég az esernyővázak is köztem esett meg. De ezzel el is estem a becsületes pénzkeresés lehetőségét. Ezt meg hogy érted? Hát ebben a kiélezett versenyben, annak, akinek nincs szakmája, nem sok esélye marad. Olyan embereket kezdtem keresni, akiknek több pénzük volt a kelleténél. Tehát nem is hiányzott nekik. Hogy érted, tolvaj vagy? Nos, ugye én nem pont ezt a kifejezést szoktam használni, de végül is a lényeget ez is kifejezi, ugye? Hát, én ezt nem hiszem el. Ezért most nem is hibáztatlak.
De én elhiszem, és ezt nem hiszem el. Akkor Isten veled, Alexander Dyle, és Isten hozta Peter Joshua. Bocsánat, a nevem Adam Canfield. Adam Canfield? Csodálatos. Tudod, hogy három neved volt már az elmúlt két napban? Azt sem tudom, hogy melyikhez beszéljek végül. Hát, az ember az ugyanaz, még ha más is a neve. Nem, nem igaz. Adam Canfield bűnöző, és tudni akarom miért. Nagyon egyszerű. Szeretem ezt csinálni, szeretem a munkám. Nincs túl sok ember a Földön, aki úgy szereti munkáját, mint én. Nézd csak körül. Van egy Mrs. Canfield is? Van. De elváltunk már. Pontosan. Na, gyere, itt a vacsora. Ó, egy lovat is meg tudnék enni. Ahogy nézem, azt is rendeltél. Ne jázd az udvariat azok után, hogy így félrevezettél. Hogy vezettelek én félre? A józan tartózkodásoddal. Tudtad, hogy annak nem tudok ellenállni. Erre most kiderül, hogy téged csak a pénz érdekel. Így igaz. Ezzel mit akartál mondani? Hogy egy csinos, de rettenetesen modortalan lány többet jelent egy magamfajta öreg profinak, mint negyedmillió dollár? Ezt nem feltételeztem. Hidd el, ez önuralom kérdése. Mi? Fel se tűnt neked, hogy milyen nehezemre esett nem a karjaimba kapni téged? Látnod kellene az arcodat. Miért, mi a baj vele? Gyönyörű. Most mi a baj? Már nem is vagyok éhes, hát nem, csodás. Edem! Semmi vész, gyere kukkolni. Egész csinos vagy ebben a fényben. Mit gondoltál, miért osztalak ide? Azt gondoltam csak azért, hogy lássam, mások még tudnak ilyesmit csinálni. Jól csinálják. Mindenre megtanította őket. Már akkor is csináltak ilyesmit, amikor te fiatal voltál. Természetesen. Mit gondoltál, én hogyan lettem? Tilos visszacsókolni, ha? Igen, adok ki, azt mondta, nem tesz jót a termosztátumnak. Ha te belekezdesz, nem hagyod abba. Te is kezdj bele. Tessék! Hol a halban? Te teljesen megbolondultál, mondd csak! Hajnali 3:30 van. Komolyan? Hát ki? Rendben, jól van, már is jövök. Csak egy perc. Amerikai gyerekjáték? És most a barátjuk, aki itt lakott, az, aki Texasból jött. Egyszerűen eltűnt, levegővé vált. Ő hol van? Bárcsak tudnám. Madame?
Mondja, Mr. Dyle, hol volt ön hajnali 3:30-kor? A szobámban. Aludtam. És ön, Madame Lampere? Én is ott. Mr. Dyle szobájában? Nem, a sajátomban. Valószínű, hogy igazat mond. Miért is találnak ilyen nevetséges mesét? Én az ön helyében nem maradnék pizsamában, uram. Jó ét. Akkor minden világos. Textnél van a pénz. Menj aludni. Szólok, ha anyamára bukkantam. Csak nem most akarod megkeresni. Ha a rendőrség találja meg, nem hiszem, hogy nekünk adnak át a $250 millió. De, Adam. Tedd, amit mondtam. Csukd be az ajtót és aludj. Igen? Na, hegyezd a füled, Dyle. Tudom, kinél van a pénz, öreg fiú. A részemet akarom. Ami napról napra egyre nagyobb lesz, és addig nem nyugszom, amíg meg nem kapom. Honnan beszélsz, Tex? Ugyan, öreg. A mamám nem hülye gyerekeket nevelt fel. De mondok neked valamit. Meg akarsz találni? Csak nézz hátra, öregem, mert mostantól fogva mindig a nyomodban leszek. Nyisd csak ki. Beláttam, hogy tévedtem abban, hogy Texnél van a pénz. Hogyan? Épp tőle hallottam, még mindig éhes. Tehát Gideon meggyilkolásával sem jutott hozzá. Most már csak ránk koncentrál. Nálad van. Már mindenütt megnéztem. Tudod, hogy mindenütt megnéztem. Hozd ide azt a kézitáskát. A szekrényben van. Hozd ide. Hogyan? Ez abszurd. Nem, ott kellett lennie vele a vonaton, amikor Tex megölte őt. Köszönöm. Mindenki, már az öreg anyja is látta azt a táskát. Sőt, még én is. Nem baj, nézzük meg újra. Megnéztem legalább egyszer naponta, most valaki másnak kéne megnéznie. Itt van, Régyi. Nézd meg újra még egyszer. Ezen az ágyon valami $250 millió ér. De mi? Nem tudom, nem tudom. 4 útlevél. Egy hajójegy. Van benne valami? Semmi. Tárca. Fésű. Töltőtól. Az minek a kulcsa? A lakás kulcsa, pont olyan, mint az enyém. Lefogadom, hogy nem is kell ez neked. Mégis kell. Hát ennek most sincs értelme. De értelmetlenül se ér egy $250 millió. Várj egy picit. Mire? A fogpora. Mi van vele? Mondd, felismered a heroint az íze után? Heroin. Mentolos ízű heroin. Hát, ennyit tudtunk. Zsákutca. Inkább aludjunk. Reggel korán kell kelned, mert dolgozni mész, nem? Szeretlek, Adam. Igen, már mondtad. Tudom. De legutóbb azt mondtam, szeretlek, Alex. Ó. Oh. Di tutte le esportazioni riservate per i nostri italiani in queste parti del mondo. Signore Regatti, vi ringrazio la vostra attenzione. Figyelj, most ismerik el Nagy-Britanniát. Szűzanyám. Elnök úr, tisztelt uraim, igen tisztelt olasz kollégám. Őfelsége küldöttei nagy figyelemmel hallgatták a dél-európai... De fordított. Nem, dehogy. Mi a baj, Ede? Nincs semmi baj, csak találtam valamit. Körülnéztem Tex szobájában, és ezt a papírt találtam. Újra végigolvastam. Ez az a nyugta, amit Grandpierre adott Charles Holmiáról. Nem értem, hogy kerülhetett ez. Ne értsd, hanem nézd. Az éjjel, amikor átnéztük a kézitáskát, valami nem volt benne. A notes. Ez egy határidőnapló, vagy nem? Grandpierre is megnézte, nem volt benne semmi. Legalábbis olyasmi, ami a rendőrök szerint fontos. Emlékszel egyáltalán, mi volt benne? Igen, beszélt valamit Charles utolsó találkozójáról. És kivel? Hol? Csak azt mondta, hogy hol. Rajta, Reggie, mond, lehet, hogy ezt keresünk mi is. Adam, de hát az a pénz nem a miénk.
Ha megtartjuk, akkor megszegjük a törvényt. Madarság, nem mi loptuk el. Lopott pénz ellopását nem tiltja a törvény. De igen, tiltja. Tiltja? Igen. Mikor hozták ezt a hülye törvényt? Gondolkoz, Reggie, mi volt abban a noteszban? Ó, valami helynév, utcasarok, vagy ilyesmi. Várj egy pillanatot, én jövök. Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental. A nyugati világ konferenciája... A nyugati világ konferenciája, amit március 22-én tartott, na megvan! Múlt csütörtökön volt 5 óra, Jardin de Champs-Élysées. Ez az Edem, a parkban! Ma is csütörtök van, és mindjárt 5 óra. Indulás! Semmi baj, uraim, folytassák! Na most... 5 óra a csütörtök a parkban. Valaminek kell itt lennie. Charles találkája a múlt héten volt. Igen, tudom, de ez az egy nyom maradt. Ugye nem viccelsz, 10 perce még volt munkám. Most viszont más dolgot van, a jajgatásnak vége, figyelést megkezdeni. Én erre nézek körül, te itt leselkedsz. Úgy látom, hogy Tex se tudja pontosan. Tex? Ő is itt van? Ott. Megnézem, hogy miben sántik el. Te itt maradsz. Légy óvatos, Edem, már 3 embert megölt. Hol van a levél? A levél? Nem ér egy petákot se. Tudod, mit kérdezek? A levelet a bélyegekkel együtt, add csak ide. Te zöldfülű. Jaj, te kelekótya, keményfejű, kopasz zöldfülű. Öreg, ezek átvertek mindkettőnket. Mit karatyolsz össze-vissza? Előbb a férje, most meg ő. Rád kerekítette a nagy szemeit, és te meg bedőltél neki. Követted, mint egy hű pincsi kutya. A borítékot akarod? Tessék, neked adom, a tied lehet. 3-ukat megölted semmiért. Te, zöldfülű, te nyeretlen 2 éves. Te óriás tökfej! Szilvi, te mit csinálsz? Jean-Louis-ra várok. Mit csinál? Olyan izgatott lett, amikor reggel odaadtad neki a bélyegeket. Azt mondta, ilyeneket még sose látott. Ennek örülök. De mi ez itt?
A bélyegpiac. Mindig csütörtök délután tartják. Itt adja veszi Jean-Louis is a bélyegeket. Atyaisten, hol van most? Mi a baj, Sherry? A bélyegek. Egy vagyont érnek. Mit? Egy vagyont. Gyere gyorsan! Nem látom őt sehol. Váljunk el. Te keresd arra. Rendben. Istennek hála, megvannak. Ez meg mi? Ennyit kaptam azért a háromért. De kitől? Jaj, Jean-Louis, mond, kitől? Hol? Vitt, Moshe, vitt. Labá! Higgyetek. Oh, elment már. Nem is csodálom. Entré. Monsieur Félix? Oui. Már vártam önöket. Tudtam, hogy eljönnek. Nézze meg, madame. Látott ön már életében ehhez hasonló gyönyörűséget? Sajnálom, semmit se tudok a bélyegekről. Én úgy ismerem ezeket, mint a saját tenyeremet, bár eddig én se láttam őket. Ez itt egy svéd négy shilling, és a neve Gulafi Raskillingen. 1854-ben adták ki. Mennyit ér most? No, a pénz lényegtelen. Attól tartok, nagyon is lényeges. Az önök pénzében megvan úgy 85 ezer dollár. Leülhetek, kérem? Igen. És az a kék? Ó, ezt Hawaii kéknek hívják. Egy rivális gyűjtő meggyilkolta érte a tulajdonosát, annyira vágyott erre a bélyegre. És mennyi az értéke ma? 65 ezer. És az utolsó? A legjobbat utoljára. Le chef-d'œuvre de la collection. Mestermunka. Ez a világ legértékesebb bélyege. Úgy hívják Gazette Moldav. Ezt még kézzel nyomták, és rajta vannak a nyomdász nevének kezdőbetűi. Ma ennek a bélyegnek az értéke 100 000 dollár. Én nem vagyok tolvaj, madame. Tudom, hogy tévedés volt az egész. Ő rengeteg bélyeget adott cserébe a fiúnak. Megvehetném őket? Hadd nézzem csak. 350 európai, 200 ázsiai, 175 amerikai, 100 afrikai és egy tucat Grace hercegnő évfordulós. Az összesen 10 frank lesz. Ezeket itt ne felejtse. Köszönöm. Sajnálom. Ó, ne. Néhány percig az enyémek voltak. Ennyi elég is volt. Edem! Edem! Halló? Mr. Bartolomeo? Igen. Tex halott. Megfojtották. És Adam tette. Mindet ölte meg. Biztos benne? Igen, biztos. Tex leírta, hogy Dyle mielőtt meghalt. Az az ember gyilkos. Na várjon csak, gondolkozzon. Mondja el kérem még egyszer. A levélen, amit Charles a vonaton írt, volt három bélyeg. Ott voltak mindenki szem előtt végig, de senki sem nézte meg a borítékot. Figyeljen rám, ő életveszélyben van, amíg a bélyegek önnél vannak. Nézzük csak. Ismeri a központi parkot a Palais Royalnál? Igen, a kolonádnál. Igen, ott. Amilyen gyorsan csak tud, jöjjön oda, siessen. Azonnal oda megyek. Viszlát.
Reggie, a bélyegek! Hol vannak? Reggie, várj! Reggie! Miért, hogy engem is megölj? Tex halott, azt írta a szőnyegre, hogy Dáj! Vagyok Dáj, te is tudod! De Tex, nem tudtam! Gyilkos vagy! Reggie, a bélyegeket akarok! Kelly Royale, mi? Monsieur Akipé. De életbe vágóan fontos. Halló, amerikai nagykövetség? Mr. Bartolomeo irodáját kérem. Volna szíves hangosabban beszélni? Nem beszéletek hangosabban. Mr. Hamilton Bartolomeo. Sajnálom, de Mr. Bartolomeo már nincs a hivatalban. Valaki meg akar ölni engem. Tessék! Megölni! Szólnia kell neki, de azonnal. Elment a Palais Royal központi kertjébe, tudja, a kolonád mellett. Mondja meg neki, hogy csapdába estem egy telefonfülkében a metróban, pont ő alatt a nevem Lambert. Halló? Halló, Mr. Bartolomeo? Igen. Pár perce hívták Önt, egy Lambert nevű nő. Azt mondta, hogy nagyon sürgős. Lambert? Nem ismerek Lambert nevű nőt. Azt mondta, csapdába esett egy metróállomáson, és valaki meg akarja ölni. Meg akarja ölni?
Mit képzel az a nő? Én vagyok a CIA? Rendben, hívja fel a francia rendőrséget. Mindannyian tudjuk, Carson Dyle halott. Hidd el, hogy ő Carson Dyle. Nehogy higgyem már ennek. Csak hozza ide a bélyegeket. Újra be akarja csapni önt. Dex megismerte őt. Azért írta le, hogy Dyle. Ha odaadod neki a bélyegeket, téged is megöl. Asszonyom, ha az vagyok, akinek ő mond, akkor miért nem ölöm meg önt most mindjárt? Azért, mert tudja, hogy elő kéne bújnia a bélyegekért, és tudja, hogy az a végét jelenteni. Ez egyedül akarja a pénzt. Ez az egyetlen célja most is. Ő a CIA-tól van, láttam őt a követségen. Hidd el, ez Carson Dyle. Pontosan, asszonyom, pontosan. Én egy halott vagyok, nem látja. Jaj, nem tudom, hogy ki kicsoda. Reggie, könyörgöm. Bízzál bennem még egyszer. Miért bíznék? Nem látok semmi okot arra, hogy ne bízzál. Álljon meg, vagy lelövöm. Nem fogja megkaparintani a bélyegeket, Dyle. Elő kell jönnie értük, és ilyen távolságról nem szoktam hibázni. Meg lehetne, nagyon sok történt kell a halálomhoz. Annak idején öttel a lábamban és a hasamban hagytak ott. Tudták, hogy élek, mégis ott hagytak. 10 hónapig voltam egy német fogolytáborban, ahol nem volt fájdalomcsillapító. Ott hagytak engem, asszonyom, hagyták, hogy meghalljak. Semmi közöm ahhoz. Önnél van a pénzem, mert az az enyém. Ők tudták, hogy még élek, mégis sorsomra hagytak. Ezért kellett megölnöm őket, mind a négyüket. Kérem, higgyen nekem, mert én önt is megölöm, nekem mindegy. Hiába sír, csak az időt húzza ezzel. Túl messzire mentem, hogy visszaforduljak. Esküszöm, hogy megölöm önt. Gondolja meg magát gyorsan. Thank you.
Tudom, hogy ott van, asszonyom. Jöjjön ki! Nem akartam megölni, de már muszáj. Másszon ki! A játéknak vége, asszonyom. Azért fáj, mert olyan vehemensen üldöztél. Az már volt a másik. Sajnálom, azt hittem, hogy te vagy a gyilkos. De honnan gondolhattam volna, hogy ő is ugyanolyan hazudozó, mint te vagy. Ez az összes elismerés azért, hogy megmentettem az életedet. Tessék, masszírozd magad a lábadat. Halljam az igazat, az életemért vagy a bélyegekért. Milyen szörnyűségeket beszélsz? Hogy fordulhat neki ilyen a fejedben? Akkor bizonyítsd is. Mondd nekem, hogy holnap reggel első dolgom legyen leadni a bélyegeket a követsége. Azt mondtam, mondd nekem, hogy holnap... Jól van, vallottam. Akkor mondd. Reggie, figyelj ide egy kicsit. Valamit szeretnék megmagyarázni. Semmi baj, egyedül megyek. Miből gondolod, hogy egyáltalán érdekli őket? És csak $250,000. A könyvelésük többe kerül, mint amit ez ér. Én, mint adófizető. Ki az adófizető? A zsebesek nem is fizetnek adót. Bocsánat, katona. Tengerész, madam. Ó, elnézést, kihez fordulhatnék ellopott közpénzek visszaszolgáltatásának ügyébe? Próbálkozzon a pénzügyi osztályon, asszonyom. 217-es szoba, második emelet, Mr. Krug. 217. Köszönöm, tengerész. Nem haragszol, ha én nem megyek veled. A látvány, hogy annyi pénzt csak úgy odaadsz, nem az én idegeimnek valók. Mr. Cruikshanket keresem, a nevem Lambert. Mr. Cruikshank, Mrs. Lambert. Miss Lambert keresi önt. Igen. Parancsoljon. Köszönöm. Hogy az a hitvány, fránya, szemfényvesztő, csaló? Csaló? Azt hittem, boldog leszel, ha rájössz, hogy nem vagyok csaló. Még akkor sem tudsz becsületes lenni, ha becstelen vagy. Miért nem mondtad ezt meg? Mert tilos megmondanunk, rajta add a bélyegeket. Várjunk csak, hogyan tudott Carson Dyle irodához jutni ebben az épületben? Mikor találkoztál vele? Melyik napszakban, úgy értem? Fél egykor. Ebédidőben. Bizonyára előtte alaposan körülnézett. Talált egy irodát, amit ebédidőben nyitva hagynak, és odahívott téged meg egyik délben. Honnan tudjam, hogy ez a te irodád? Mrs. Foster, írjon egy feljegyzést Bartolomeu-nak, melyben javaslom, hogy... Bartolomeu. Melyben javaslom, hogy a nagykövetség irodáit tartsák zárva ezentúl ebédidőben. Ez meg az ő tréfája. Add ide a bélyegeket. Na, mi a keresztneved? Brian. Brian Cruikshank. Nem rossz már, ha az ember megszokja. Senki se képzel, hogy megbarátkozom a nevemmel. És van Mrs. Cruikshank? Igen. De elváltunk már. Nem. Ó. Az anyám Detroitban lakik. Kedvelni fogod, ő is téged. Kérem ide a bélyegeket.
Addig nem, amíg be nem bizonyítod, hogy te vagy Brian Cruikshank. Jövő héten bebizonyítom, ráírom a házasságlevelünkre. Ehhez elég a hablagyból, igazolást kérek, de most. Nem hamisítok házasságot. Nem tudod bizonyítani. Milyen megint megpróbálsz? Házasság? Azt mondtad, házasság. Most ne beszélj másról, add már ide a bélyegeket. Szeretlek. Adam, Alex, Peter, Brian, vagy akármi is a keresztneved, de szeretlek. Remélem, nagyon sok fiunk lesz, és mindet te rólad nevezzük majd. Jó, de mielőtt hozzákezdünk, ide adnád a bélyegeket végre? A szinkron Cage készítettük.